műanyag, és vannak ezek, amiknek ugye lyukas a közepe. Ezeket mesteriknél szokták főleg használni, hogy így egybefűzik a kettőt, mert úgy sokat tudják használni. Katarina Halkina következik, a fehér rossz versenyző, azért jó név. A mezőnyben egész jól végzett az előzőek során. 6. helyen áll most. Az összesítésben. Hoppá, egy csomó. Hogy láttad, oda tervezte? Igen, szerintem ez egy ilyen visszahúzásos, bumerángos mesteri volt. Csak hogy meg kellett fogni? Nem kell feltétlenül megfogni a botot a gyakorlat végén. Platejeva pontjait láthatjuk közben. Volt egy csomó ezen a szalagon, és ilyenkor ugye azt láttuk, hogy megállt. Most te gondolom el is tudod mondani ezt, hogy ez micsoda hibának számít, kisebbnek, nagynak, közepesebbnek, de azt utána meg kell állni, és azt épp is kell szedni. Igen, hogyha nagy a csomó, akkor mindenképpen ki kell kötni, mivel ilyenkor nem tudják értékelni utána a szertechnikát, így az összes elemet le is vonják a gyakorlat végéig. Viszont hogyha annyira pici a csomó, hogy attól még elfogadható a szertechnika, akkor csak egy tizedet.